Végre NB1 nyolcadik forduló. Lássuk, mit várok a nyolcadik fordulótól. Pontosabban mit várunk, de most mit várok? Mielőtt belekezdenék a várakozós videóba, megkérek mindenkit, aki esetleg eddig nem tette meg, az iratkozzon fel a Semleges Térfél YouTube csatornájára, ossza meg, lájkolja, illetve ha úgy gondolja, akkor a szuper köszönettel támogasson bennünket, minden eddigi és ezutáni támogatást is köszönünk. Tehát itt a nyolcadik forduló, de még előtte elmondom, hogy aki esetleg nem látta a Szoboszlai Dominiknak a Liga kupában lőtt gólját, hát az nézze meg, mert elképesztő. Tudom, hogy a csapból is ez folyik, és végre el lehet azt mondani, hogy nem nálunk hype-olják túl a magyar játékost, hanem Angliában. Valami olyan szintű hype folyik a Szoboszlai Dominik körül, hogy valami elképesztő. Mondjuk azt a gólt meglátva azt gondolom, hogy megérdemli a dicséretet, még ha ugyan nagyon-nagyon idézőjelesen mondom azt, hogy a Liga kupában esett is. Amit megjegyeztek többen is, és szerintem is jobb, hogyha inkább így emlegetik, hogy nem a Steven Gerrard 2.0, hanem Szoboszlai Dominik 1.0. Én nagyon várom a hétvégi összecsapást is, nagyon várom, hogy Kerkez Milos mit fog nyújtani, mert nagyon fontos, hogy mind a ketten jól szerepeljenek, és a harmadik vonalban szerepelő Callum Stiles stílus Kálmán is nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy felmerült annak a lehetőség, hogy a Ferencvárosba jön, de a reális esély az tulajdonképpen nagyon kevés volt még akkor is, amikor erről szó. Hát a ma este a Zalaegerszeg a Felcsúttal fog összecsapni. Van ilyen? Igen. Tulajdonképpen mind a két csapat, de főleg a Zalaegerszeg az életért küzd. Nagyon jó lenne, hogyha a Zalaia ki kecmeregnének ebből a nem tudom, gödörnek hívják ezt, vagy valami. Nagyon jól tudjátok, hogy elmondtam egy párszor, hogy az én egyéni véleményem az, hogy elhibázott döntés a Bóér Gábor az Zalaegerszegnél, és biztos vagyok benne, hogy nem odavaló. Egyszerűen nem tudom, ettől lehet még egy jó edző emberileg, nem tudom, nem is érdekel, de én azt gondolom, hogy nem, egy idegen testként működik ott a Bóér Gábor, és most már azt hiszem nem először. De hát a tulajdonosi kör hisz benne, a sportigazgató hisz benne. Hát a Felcsút meg... Felcsút. Kell egy ellenfél is, és elnézést, hogy a számat húzom, de nem tudok sportszerű lenni. A másik mérkőzés, ami szintén nagy érdeklődésre tart számot tőlem, ez a Paks-Kövesd mérkőzés. A Paks egy kicsit, ugye a Bognár Gyuri tulajdonképpen bevallotta, csak azt nyilatkozta, hogy a Fradi elleni mérkőzés után kicsit átértékelte a támadó futballt, és racionálisabb játékot írt elő az egész csapatnak, mert azért nagyon nagy pofonokba szaladhatnak bele, mert ahogy a Fradi is megmérte, azért más is meg tudja mérni ezt a fajta nyitott játékot, amikor ennyire nem foglalkoznak a védekezéssel. Hát a Kövest pedig most nem tudom, múlt héten megtörtént a csoda, megtalálták a góllövőcipőt, én értem a gyanúperrel, hogy megérkezett a fizetés, nem tudom, mi történt, maradjunk annyiban, hogy hiszek a tiszta labdarúgásban, igen, hiszek a tiszta labdarúgásban, és azt gondolom, hogy most érett be a nyári alapozás, most kezdenek megérni azok a szakmai tanácsok, azok a szakmai intelmek, amiket a Kuttor a csapata felé közvetített, tehát legyen így. Hát erre a mérkőzésre mit tudnék mondani? Én azt gondolom, hogy egy kőkemény 1-1, amit én tippelek erre ne fogadjatok, mert soha nem jön be, amit mondunk. Viszont szombaton a MTK Ferencváros, azt hiszem a 222. örök rangadó, ami hát igazán szépen lassan veszített az értékéből, leamortizálódott az évek alatt, de azért a fradistáknak, de azt gondolom, hogy még talán az MTK-soknak nagyobb rangja van, hiszen ők jobban tartják a tradíciókat. Külön mezeket is szoktak ezekre az alkalmakra készíteni, nekem is van belőle egy pár. Kanta Józsitól is többek között, úgyhogy
Hát kíváncsi leszek erre a mérkőzésre. Az MTK sajnos teljesen stílusidegen játékot játszik, mégpedig annak köszönhetően, hogy szeretne az NB1-ben megkapaszkodni. Eléggé összeszedett a védelmet, de nem azt az MTK stílust játszik, amit az ember elvárna egy ilyen tradicionális egyesülettől. Jelen pillanatban a két csapat között azért a Ferencváros az, amelyik nagyobb játékerőt képvisel, és ezt a pályán be is fogja tudni bizonyítani. Nem tudom, hogy kik térnek vissza sérülésből, kik fognak kezdeni, direkt nem olvastam ezzel kapcsolatban semmit. Az én egyéni érzéseim azt mondják, hogy egy 2-1-es Ferencvárosi győzelem lesz egy nagyon küzdelmes mérkőzésen. Nem tudom, hogy Stankovic melyik arcát fogja mutatni, ahogy eddig csak ebből az egy-két mérkőzésből lehetett látni, hát nem egy játszóst Ferencvárost küldött a pályára, hanem egy párharcokat kereső fizikális futball alapokkal rendelkező csapatot, ami azért szeretne győzni. Biztos vagyok benne, hogy kellenek a pontok, még így a nemzetközi kupa mellett is azért nem szeretnénk leszakadni. Nem véletlenül vezetjük most azt hiszem a tabellát. Úgyhogy egy 2-1-es Ferencvárosi győzelemet várok. Egy nem túl szép mérkőzésen, de most ez nagyon-nagyon fontos. A Loki az Újpesttel a következő mérkőzés Debrecenben megint csak, amire nem tehát ez a rossz ebben az NB1-ben, hogy nem tudsz kire tippelni. Amikor elkezdődött a bajnokság, örömmel konstatáltuk, hogy ez a Vignyevics már nem az a Vignyevics, aztán utána visszacsöppentünk a valóságba, de ez a Vignyevics ugyanaz a Vignyevics. Még talán Vignyevicsebb, mint bármikor. Tehát én azt gondolom, hogy itt is most egy biztos X tudatában küldi a csapatát a pályára, pedig volna kivel, és volna hogyan, mert ez a Loki nem támadhatatlan, illetve nem sebezhetetlen, viszont az is igaz, hogy vannak olyan játékosai, akik nagyon-nagyon komoly értéket adhatnak hozzá a mérkőzéshez. Így például a Dzsudzsák Balázs, aki egyre több és több súly nehezedik a játékosra, nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a többiek levennék ezt a terhet a válláról, és nem csak rászámítanának. Egyébként volna abban a csapatban más is, aki kicsit át tudná venni ezeket a terheket. Itt is egy küzdelmes mérkőzést várok, nem túl szép futballal. 1-1, amit én prognosztizálok, a szokásos Vig-Iksevics mérkőzést várom. A következő mérkőzés a Fehérvár-Kisvárda. Hát itt megint egy olyan mérkőzés, amire nem tudok tippelni. Azt gondolom, hogy lassan a Fehérvárnál elkövetkezik az a pont, amikor már Isten igazából a becsületükért játszanak. Nem tudom, hogy áll most ott a sportigazgató választás. Lehet, hogy volt, és én nem tudok róla, nem olvastam szaksajtót, dolgozni voltam most ezekben a napokban. Nagyon sokat nem volt időm ezzel foglalkozni, de az eddigiek tudatában azt várom, hogy egy nem túl színvonalas mérkőzésen itt is egy 1-1 vagy egy nagyon kemény 0-0, amire lehet számítani. Hát a várdaiak kicsit visszavettek a költségvetésből, ők is egy kicsit racionálisabb futballt játszanak. Ugye a Révész Attila elmondta, hogy most már nem tudnak, nem a mások a prioritások a csapatnál, igazán a bent maradása a cél náluk is. Itt is egy kőkemény 1-1-et várok egy nem túl veretes mérkőzésen, aztán száfoljanak rám a csapatok, és nem vagyok ellendrukkere egyiknek sem, de tehát nem vagyok a futballnak az ellendrukkere, de én most ezt így a sokadik tapasztalás után azt mondom, hogy nem lesz egy közönség szórakoztató mérkőzés, és most következik a forduló utolsó mérkőzése, Diósgyőrbe megy vendégjátékra a Kecskemét. Na hát ettől a mérkőzéstől viszont sokat várok. Nem csak azért, mert a Diósgyőr a házigazda, hanem azért, mert a Kecskemét a vendég. Tehát mind a két csapattól, pontosabban mind a két csapattól játékot várok. Küzdelmes, izgalmas, jó mérkőzést várok. A Diósgyőr mostanában a Szergej Kuznyecovval kicsit elkezdte érni a virágkorát, ha lehet ilyet mondani. Nagyon komoly letámadás, fizikai futballon alapuló, domináns futballt játszanak, kicsit a Boldog Tamás féle gegenpressingre hasonlít a játékuk.
Azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a Diósgyőr behúzza a három pontot, és tutira veszem, hogy a Kuznyecov kimondva, kimondatlanul a dobogó célozta meg a csapatával, és nagyon-nagyon jó lenne, ha egy ilyen közönség által támogatott csapat ott lehetne az utolsó fordulókban is a dobogóért vívott harcban. Támadó futballt játszik, ha még sok is a technikai hiba, de legalább mindent elkövetnek azért, hogy kiszolgálják a közönségüket. Kecskemét pedig azt kell mondanom, hogy az elmúlt szezon és a mostani szezon meglepetés csapata Szabó Istvánnal bemutatták azt, hogy lehet úgy is szintet lépni, hogy nem veszítenek a lendületből. Csak gratulálni tudok az eddigi teljesítményükhöz, bár egy kicsit az elmúlt fordulókban rányomta a bélyegét a Kecskemét játékára, hogy rájöttek, hogy itt nekik vesztenivalójuk is van. Pedig nincs. Semmilyen szégyenérzetük nem lehetne, ha esetleg úgy maradnak benne az első osztályban, hogy nem a dobogóért harcolnak. Én azt gondolom, a tavalyi szezont megkoronázták azzal a klubjuk számára nagyon komoly sikerrel, hogy ezüstérmet szereztek, és senki nem vetne rájuk egy követ, ha most a racionalitás lenne a fő prioritás, és bennmaradnának az első osztályban. Kicsit újra kéne építeni a csapatot, sok távozó, sok érkező, és egy kicsit stabilizálni kéne ezt a fajta játékot, amit ők játszanak. Hát szépen lassan felismerhető jegyeket vesz magára a kecskeméti labdarúgás, hogy fel lehet ismerni majd, hogy ez egy kecskeméti csapat, aki a pályán van. Egy közönség szórakoztató, sok gólos mérkőzést várok Diósgyőri győzelemmel. Ez lenne a 8. forduló. Remélem, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésekre. Az időjárás szerint elméletileg még az indián nyár meglátogatja az NB1-es futballmérkőzéseket is. Jó időben jó meccseket láthatunk. Nagyon, nagyon szar volt ez a reklámszöveg. Menjünk ki sokan, nézzük meg a meccseket, adjunk egy esélyt a mai magyar focinak is. Hajrá Magyarország, hajrá semleges térfél, hajrá magyar szurkolói kultúra, és hajrá Fradi!